reach for the stars, cause we're aiming high. Na, elindítom ezt a vlogot. Hát az a helyzet, hogy hazajöttem a hétvégére, úgyhogy most telefonról arra gondoltam, hogy nekiállok vlogolni, mert muszáj nektek megmutatnom ezt a kis szarost. Szia! Ő itt Ramses, a Marcinak az új kiskutyája, ő egy American Bully Pocket Size, tehát ő ilyen picike fog maradni. Maximum 38 centi magasra nő meg, most olyan 31-2 körül van, és ennél már csak szélesebb lesz, valószínűleg nem lesz magasabb. És múlt héten hoztam el, májban találtam Marci, és az ugye ott van Tiszaújvárostól egy ilyen 20 kilométerre, úgyhogy én mentem elérte, és én hoztam haza, nagyon jól viselkedett az úton. Nézzétek! És már a Marcira egy hét alatt úgy tekint, mint az Istenre, és megy utána, mintha muszáj lenne. Úgyhogy ja, nagyon cuki. Na mindegy, ma igazából nem csinálok semmit, tényleg csak hazajöttem egy ilyen másfél napra, hogy kutyázzak egyet meg, hogy anyával legyek, mert ma van anyák napja. Boldog anyák napját! Köszönöm, drágám, imádlak. Úgyhogy most megnyitjuk szépen ezt a vlogot, pár napot meg fog nektek mutatni, hogy mik történnek, egyébként semmi nem történik, tehát már nem fogom többet elmondani a vlogokban, de abszolút nincs most nagyon content alapom, úgyhogy úgyhogy tényleg most kutyás contentet fogtok látni. Egyébként velem aludt most az este a kisbaba, és nagyon szép. Nagyon jól viselkedett, nagyon cuki, és képzeljétek el, nem vagyok rá allergiás, mert egyébként én allergiás vagyok a kutyaszőrre, de szerintem mivel neki ilyen kis babaszőre van, ezért nem tüsszögök tőle. Hát Argosszal még annyira nem jönnek ki jól, de majd szépen lassan össze fognak szokni, és akkor tök jó haverok lesznek. Ja, úgyhogy ő Ramses, nagyon-nagyon beleszeretett már most a család. Már tényleg csak az Argosz hiányzik a képből, hogy ő is jobban legyen vele, de nézzétek, jaj. Hát hogy lehet ilyen cukika? Hogy lehet ilyen kis minike? Mini baba. Mini baba. Igen. Ma vasárnap van, tegnap este jöttem haza, május 1-én úgy volt, hogy dolgozom, de aztán végülis nem dolgoztam, hanem csináltunk egy kis programot otthon Tiszaújvárosban, aztán igazából ennyi. De most, ha hazamegyek, akkor szépen főzni fogunk egyet. Hát eljöttünk a mamáékhoz egyet social distancingelni, úgyhogy csak kint vagyunk itt az udvaron. Gyere! A kutya! Nem megyünk be a lakásba, csak eljöttünk köszönni, meg megmutatni a kiskutyát megint. Ma már volt itt amúgy, ma máig nála Marcival, igaz? Nézd meg! Jó, de cuki, nem bírom, nézd meg! Hát szia, mamus! Mi a helyzet, mamus? Hát azt mégis jöttem egyet kutyázni, meg anyák napjázni.
Sziasztok! Végre új videóval jelentkezem. Nem vlogoltam most az utóbbi 2,5-3 hétben megint egyáltalán. Most viszont éppen nekiálltam főzőcskézni, 7 óra van csütörtök, és arra gondoltam, hogy bekapcsolom a kamerát, ha már ennyi időm van itthon, és egy kicsit csicsetesre veszem ezt a videót, mert hát régen beszélgettem veletek, most így az Instagramon sem nagyon szoktam sztorizgatni, és megmondom őszintén, ez azért van, mert egyáltalán nincsen motiváció most így a content creationre. Nyilván most a korona miatt rengeteg szabad ideje lett mindenkinek, viszont nekem ez olyan szinten elveszi az energiámat, hogy azt teszem észre, hogy hazajövök és tényleg főzök, esetleg edzek valamit itthon, de mostanában ahhoz sem nagyon volt kedvem, és ennyi a nap. És ezzel kapcsolatban akartam veletek egy kicsit beszélgetni, mert azt vettem észre, hogy most kétféle content van a social médiában. Az egyik fele az, hogy hogyan legyél produktív, és hogyan használd ki a napjaidat, ezt a sok szabadidőt. A másik pedig az, hogy ne foglalkozz azzal, hogy mások mit csinálnak, használd ki ezt a szabadidőt azzal, hogy pihensz, és újra építed a lelki világodat. És ugye ezen belül is rengeteg elágazás van, mert most tényleg lenne időm nekem is például itthon edzegetni, meg egészségesen étkezni, rengeteget főzni, sütni, meg ilyesmi. Amivel egyébként nincs is baj, mert én egyébként is tényleg egészségesen főzök, nagyjából mindig ugyanazokat az alapanyagokat használom, még a fűszerek is mindig ugyanazok. Viszont a munkahelyemen észreveszem, hogy bejárkálok egy-két irodába, ahol mindig ki van rakva az asztalra csoki. Nyilván egyáltalán nem olyan az itthoni edzésem, mint amit a teremben szoktam csinálni, meg a tavalyi évemhez képest tényleg ez abszolút nulla, viszont mégis ugyanúgy el vagyok fáradva, én mégis ugyanúgy érzem mindenemet, hogy mindig izomlázom van, meg görcsölgetek, meg ilyesmi. És többek között szerintem ez azért is van, mert bár egyáltalán nem mozgunk annyit, mint ugye a pandémia előtt, hiszen tényleg nem tudunk sehova elmenni, most nem tudunk csak úgy beugrani a plázába, vagy leugrani egy étterembe, vagy elmenni a barátokkal bulizni, vagy akármi, ahol ugye le tudnánk vezetni ezt a sok extra energiát. Viszont nyilván mentálisan is rengeteg energiát használ fel a szervezet, és most ez egy óriási nagy shift volt itt mindenkinek az életében, ugye ez a korona, tehát ez nem csak egy ilyen kis apró dolog, hogy na akkor most egy-két hétig nem csinálunk semmit, hanem abszolút megváltozott az átlag élet, és ez azt hozta ki az emberekből, hogy rengeteget aggódunk, rengeteget agyalunk azon, hogy úristen, mi lesz a jövőben, minden tervünket át kell teljesen alakítanunk, rengetegen nem tudnak elmenni dolgozni, fogy a pénz, nyilván a tartalékaikat fel kell, hogy éljék egyes emberek, emellett az iskolák is zárva vannak, és ugye ez nyilván nem csak a diákoknak nehéz, hanem gondolom a szülőknek is, és ez rengeteg ilyen stresszt kreál most az emberek agyában, és én is azt veszem magamon észre, hogy amikor hazajövök, ugye egész nap nekem nagyon sok részét tölti ki a napomnak ez a pandémia, mert ugye folyamatosan monitorolnom kell azt, hogy mi történik a világban, illetve mi történik Magyarországon. Van egy pár kollégánk, ugye, aki kint rekedt külföldön, aki nem tudott idejönni, ezekkel kapcsolatban rengeteg mindent kell intézni, és amikor hazajövök, akkor tényleg már nincsen kedvem semmin agyalni, csak pihenni akarok, és ez teljesen elveszi az energiámat, hiába nem mozgok, ugye nyilván mentálisan abszolút levisz az egész az életről. Közben teszek egy kis kukoricát a husimba. És ugye ez nyilván azért is nehéz, mert ilyenkor abszolút benne rekedsz a saját gondolataidban, és amikor az ember egyedül van, akkor sokkal nehezebb kiutat találni a negativitásból. És nem utolsó sorban ugye motivációt keríteni, tehát nekem is most teljesen elszállt az összes motivációm így mindennel kapcsolatban. Nincsen kedvem edzeni, nincsen kedvem úgy extrán odafigyelni a kajára, nincs kedvem videózni, tényleg még sorozatot nézni sincs kedvem, gyerekek. Hazajövök és bekapcsolom a YouTube-ot egy ilyen háttérzenének, aztán elfőzőcskézek, és tényleg így elmegy az este. Be kell vallanom, hogy 2 hete egyáltalán nem edzettem semmit, ami nálam tényleg egy olyan dolog, hogy nagyon ritkán fordul elő. A versenyidőszakban persze versenyek után volt ilyen, hogy kihagytam ilyen sok időt, de ezelőtt, a 2 hét előtt is az, amit csináltam, az úgy a semmivel volt konkrétan egyenlő. Úgyhogy most úgy érzem, hogy végre megmozdult bennem valami ezzel, hogy így egy kicsit a
szabályok is lazábbak lettek, és most kis inspirációt kaptam arra, hogy egy, elővegyem a kamerát, kettő, nekiálljak újra egy kicsit dolgozni önmagamon. Kinyitott a terem is igazából, de nem mertem még eddig lemenni, csak belegondolok, hogy tényleg mindenhez hozzáérek meg ha izzadsz és oda nyúlsz és letöröl, de nem tudom, még ezzel egy kicsit várok szerintem, hogy visszamenjek a terembe, de legalább most már a héten edzettem egyet, nem nevezném edzésnek, de megmozdultam, csináltam itthon egy ilyen nagyon lájtos, 20 perces, nyújtós, pilateszes kis súly nélküli edzést, de hát van, amikor ez kell, és most ezzel kapcsolatban csak annyit szeretnék még megemlíteni, hogy abszolút ne érezzétek magatokat szarul, hogyha mondjuk azt látjátok, hogy mások most éppen thrivingolnak, hogy tényleg minden rendben van az életükben, és sportolnak, egészségesen étkeznek, és tök jó kihasználják ezt az időszakot, mindenki máshogy reagál ezekre a dolgokra, nem vagyunk egyformák, és emiatt nem is szabad magunkat összehasonlítani senkivel, és most én is azt csináltam, hogy kikövettem egy-két ilyen accountot Instagramon, akik már nem inspirálnak, és volt egy-kettő olyan köztük, tudjátok, akiket így szerettem követni, de most valahogy úgy érzem, hogy annyira pushy, tudjátok, ez az ilyen nyomulnak, hogy tényleg mindenkinek így kéne csinálni, és ennyit kéne edzeni, meg ezt kéne, nem tudom, most én úgy vagyok vele, hogy mindenki próbálj meg magában elrendezni először is ezt az egész dolgot, és tényleg azt mondom, hogy ne hasonlítgassátok magatokat az Instagramon, mert ez a, tudjátok, a society tényleg arra próbál minket ösztönözni, hogy egy bizonyos méretűnek kell lennünk, és úgy kell kinéznünk, mint az Instagram modellek, meg a modellek, akikre a ruhákat ráteszik a fotózáson. Holott az emberi test az, ha belegondoltok, tényleg csak arra funkcionál, hogy eljussatok A-ból a B-be, hogy a mindennapi tevékenységeiteket tudjátok végezni, és emellett, hogyha egészségesen étkeztek, és mozogtok, akkor tényleg az csak egy plusz a lelketeknek. Tehát ne érezzétek magatokat szarul azért, mert mondjuk ti most éppen nem edzettetek már egy ideje, vagy nem esztek jól, mert nyilván ilyenkor azért előkerülnek a chipsek, a fagyik, a csokik, meg minden szar, amit így az ember megkíván ez alatt az unalmas időszak alatt. Viszont fogadjátok el most, hogy ez egy ilyen időszak, és próbáljátok meg inkább egy kicsit motivációt meríteni magatokból. Ne csak arra fókuszáljatok, hogy mekkora méretűnek kellene lennetek, ne nézzétek a mérleget, hanem tényleg kezdjetek el egy kicsit egészségesebben étkezni, egyetek teljes értékű feldolgozatlan termékeket, és mozogjatok, de tényleg elég az is, ha csak elmész egyet sétálni esténként, vagy biciklizni, most mi is hétvégén tervezünk egy kis 15 kilométeres biciklitúrát, ami egyébként, megmondom őszintén, egy kicsit megijeszt, mert nyilván most abszolút out of shape vagyok, és amúgy sem vagyok hozzászokva a kardióhoz, de meg fogok vele próbálkozni, van ugye a melóban biciklim, úgyhogy azt el fogom szépen hozni, aztán meglátjuk, lehet, hogy 5 kilométer után megunom és visszafordulok, de bevállaltam, mert miért ne, tök fun, jó lesz majd a barátokkal egyet tekerni a szabadban. És hogyha erre figyeltek, az tényleg meg fogja hozni a gyümölcsét, nem kell teljesen rágörcsölni erre az egész health and fitness témára. Az a lényeg, hogy egészségesen érezd magad, és ha ez megvan, akkor jönni fognak majd az előnyök, a benefitek, úgyhogy igen. Egy kis mogyivajat is teszek most a csirkémbe. Na de visszatérve a téma elejéhez, igazából azt vettem észre magamon, hogy most teljesen máshogy jön rajtam ki a stressz, és tényleg így elveszi a kedvemet mindentől. Úgyhogy most mindenképpen a self-care-re szeretnék elsősorban fókuszálni. Most befejezem a főzést, aztán szépen megyek és veszek egy óriási nagy zuhanyt. Tegnap egyébként voltam körmösnél, ugye nekem dolgozik a körmösöm szerencsére, és új körmöket csináltattam. Most ez egy ilyen, ez a jó szín. Nagyon kedves kis tavaszias, nyárias rózsaszín köröm lett. És amúgy ugye az előző videóban még mutattam nektek, hogy rendeltem két ruhadarabot, na most megint rám jött az 5 perc, úgyhogy elkezdtem a Reserved oldalán bepakolni mindenféle dolgokat a kosaramban, mert óriási akció van most az oldalon, és 57.000 forintot raktam be a kosárba, úgyhogy ma azon fogok dolgozni, hogy ezt leredukáljam, mert attól függetlenül nem akarok olyan sok pénzt elkölteni, de egyébként nagyon-nagyon sokat tudtam most összespórolni így a mászkálás nélkülözése miatt, úgyhogy ebből a szempontból nagyon szerencsés vagyok, viszont azért szeretném egy kicsit a lelkemet pátyolgatni egy kis ruhával. Úgyhogy ezt meg fogom rendelni, aztán majd, ha megjön, akkor a következő videóban mindenképpen csinálok egy kis holt. Viszont erről jut eszembe, hogy képzeljétek el,
jött egy csomagom a héten, amit Insta Story-ban mutattam már nektek, ez nem szponzorált tartalom, ez tényleg csak küldte nekem ez a cég. A cégnek a neve NatureCan, ez egy, ha jól tudom, amerikai cég, akiknek nemrég indult el a magyar oldaluk, illetve az Instagramjuk is, úgyhogy be fogom mindenképpen linkelni őket a leírásba. Képzeljétek el, hogy ők CBD, azaz cannabidiol tartalmú termékeket forgalmaznak, és én már tök régóta szerettem volna ilyen CBD tartalmú olajat. Egyébként a cannabidiol az a cannabisznak egy kivonata, viszont nem tartalmaz egyáltalán THC-t, tehát nem tartalmaz semmilyen pszichoaktív anyagot, nem fogsz tőle halucinálni, meg semmi ilyesmi. Nagyon ígéretesnek tűnnek ezek a kis termékek. Van itt egy ilyen étrendkiegészítő kapszula, viszont amit a legjobban vártam, ez maga a CBD tartalmazó olaj. Ezt képzétek el, a nyelv alá kell csepegtetni. Aztán van itt egy mentolos, izomlazító, hűsítő krém. Ezt tegnap már kipróbáltam, és egyébként nagyon szuper volt. Kíváncsi vagyok, hogy mennyire fog használni az izomfájdalmakra. És ezek mellett különböző ehető termékeket is forgalmaznak. Ez itt például egy CBD-s csokis süti, ez pedig egy triple nut butter, amiben mogyoró van, mandula, illetve cashew-dió, és egyébként tök rendesek voltak, mert küldtek egy ilyen kis prospektust, amiben van egy kuponkód, hogyha az intro kuponkódot használjátok, akkor 30% kedvezmény fog lejönni az első rendelésetekből. Hát egyelőre még nem tudok róluk review-t mondani, de el fogom szépen kezdeni ezt a kettőt használni mindenképpen, és akkor majd jelentkezem a közeljövőben, hogy végül is használnak-e, illetve hogy segítenek-e tényleg ebben a stresszes időszakban. Úgyhogy ez nagyon-nagyon izgalmas. Egyébként rendeltem egy Bird Jacket-t, mert Bird Jacket-t akartam már tök régóta, és kinéztem egy tallisat még az Answer oldalán már, nem tudom, hetek óta. Viszont nem volt a méretemben, de most találtam. Így néz ki, ilyen sima kis műből Jacket. Kicsit vastagabb, mint az előző Jackim, de az amúgy teljesen el van már szakadva, tényleg már itt az ujja is elkezdett fesleni. Aztán ugye, ami még újdonság, az itt ez a csodaszép növény, aminek elfejtettem a nevét, de a mamától kaptam, otthonról hoztam el, és nagyon-nagyon szép. Még nem találtam ki, hogy hol lesz a helye, meg akarok neki egy ilyen hasonló kis kosarat majd szerválni. Amiről egyébként eszembe jutott, hogy annyira hiányzik már a pepkózás gyerekek, meg akik tudjátok, hogy nekem az az életem. De nem baj, most igazából nincs nagyon mit dekorálnom a lakásom, mert minden tényleg szép és jó. That's what's up. Viszont nagyon kíváncsi vagyok, hogy ti hogy élitek meg ezt az egész pandémiát, úgyhogy mindenképpen írjatok kommentet, beszélgessünk. Aztán hát, ha meritek egy kis ötletet majd a kommentekből a következő videóhoz. Na de most nekiállok szépen a self-care portionnek. Újabb update a samponról, amit elkezdtem használni, imádom, hát így néz ki a hajam, ugyanúgy megmaradnak továbbra is a kedves kis saját göndör tincseim itt alul. Ide tényleg csak egy nagyon kicsit szoktam rágöndöríteni, és ilyen lazán hagyom a hajamat, remélem, hogy ettől tényleg nőni is fog, mert ugye most tényleg nem vasalom ki úgy, mint ahogy szoktam, hogy minden nap háromszor átmegyek rajta. Ez a kis szette, amit már ugye mutattam nektek az előző videókban is, ugye ez a Naturals by Watsons nevű kis sampon és balzsam argánolajjal, ezt a Rossmannban vettem, és imádom. Aztán, amit még vettem, az egy ilyen sima, egyszerű Nivea nappali krém, nagyon-nagyon bevált, tök puha tőle az arcom, és nem szárad ki, úgyhogy nagyon szuper. A self-tanninggel viszont most felhagytam, egy ideig nagyon-nagyon tetszett, aztán meguntam őszintén, hogy itt kenegetem magam, de nincsen olyan színem, mint amikor nyáron kifekszek napozni, vagy akármi, úgyhogy megint el fogok kezdeni, szerintem Szoliba járni, most, hogy kinyitott a Szoli, de azt sem akarom túlzásba vinni, úgyhogy majd meglátjuk. Aztán ugye most az utóbbi két hétvégén otthon voltam, ami nagyon-nagyon jól esett a lelkemnek, tényleg feltöltöttem abszolút pozitív energiákkal, hogy láthattam anyukámat, meg a Marcit, meg a mamáékat, ugye mamánál is voltam, de nyilván nem adtunk egymásnak puszit, meg nem öleltük meg egymást, meg ilyenek, viszont legalább tudtunk találkozni, úgyhogy ez tök jó volt. És tényleg, hogyha nem tudtok a szeretteitekkel vagy a barátaitokkal találkozni, akkor mindenképpen azt javaslom, hogy vezessétek be a FaceTime-ot, hogy tényleg hívjátok fel azokat az embereket, akikre éppen gondoltok, mert ez az ő napjukat is fel fogja dobni abszolút, és ti is csak pozitívan fogtok majd kijönni belőle.
Amúgy ez a kiskutya, Ramses, hát gyerekek, annyira aranyos, hogy most nagyon-nagyon elkezdtem én is gondolkodni azon, hogy hozzak egy kiskutyát. Megkérdeztem a lakásnak a tulajdonosát, és megengedte, azt mondta, hogy hozhatok kiskutyát. Úgyhogy meg is néztünk egy kutyust múlt héten, ugyanolyan fajtát, mint a Marcié, de túl nagy volt. Ugye ezek a kis pocket bulik nem ilyen olcsó mulatságok, és vannak olyanok is, akik ugye törzskönyv meg papírok nélkül tenyésztik ezeket a kutyákat, és olcsóbban adják, viszont ott meg nem tudod, hogy mekkora lesz a kutya. És amit elmentünk megnézni, azt mondták 31 centis, de élőben hát abszolút óriási nagy volt, úgyhogy az meg nem lenne ide jó a panelba. Nagyon-nagyon tetszik ez a kutyafajta, a Marci nagyon eltalálta, és nagyon illik hozzá, tényleg így az imidzséhez, tudjátok, ez az igazi izomkutya, a Ramses. Meg maga az, hogy nagyon-nagyon okosak ezek a kutyák, nagyon figyelmesek, és tényleg úgy követi a Marcit, a Ramses, mint az Istent. Nyugisak, szuper jó a természetük, de az a baj, hogy ide tényleg szerintem óriási nagy lenne, úgyhogy egyelőre egy kicsit elnapoltam ezt a témát, és valószínű, hogy csak jövőre fogok hozni kiskutyát, de elkezdtem már gondolkodni a francia bulldogon is, mert az is nagyon tetszik. Ugye mi mindig is a családban, világéletünkben nagy kutyások voltunk, nekünk bullmastiffjaink voltak, meg ugye az Argosz is kánekorzó, nagy masztifok, tehát tényleg ez a fajta, ami a családban, világéletünkben volt. Allergiás vagyok egyébként a kutyaszőrre, viszont a Ramsesszel aludtam, és nem volt tőle semmi bajom, meg nem is olyan vészes az allergiám, szerintem hamar hozzászoknék a kutyushoz. Nyilván nagyon támogatom a menhelyeket is, meg azokat, akik mentik a kutyákat, csak ide panelba én nem merek olyan kutyát hozni, amiről nem tudom, hogy mekkora lesz. Meg tényleg kiskutyát szeretnék mindenképpen, hogy hozzá tudjam szoktatni a saját életvitelemhez, ne az legyen, hogy olyan helyről jöjjön ide, ahol nyilván mást szokott meg, vagy akár kinti kutya volt, vagy ilyesmi, úgyhogy első saját kutyának mindenképpen egy kiskutyát szeretnék, aztán ha majd egyszer lesz kertes házam, akkor fogok örökbe fogadni majd kutyust. Viszont most tényleg a francia bulldogot nagyon eldöntöttem, és meg is mutatom nektek, hogy mi az, amiben beleszerettem, mert van ez a Merle szín, Merle, úgy van írva. Be is követtem ezt a kiskutyát, ilyen fekete-fehér pöttyös színe van, nagyon-nagyon tetszik, így néz ki, és ilyet szeretnék. Na mindegy, most igazából tényleg csak update-elni akartalak benneteket, meg elővenni a kamerát, hogy végre visszaszokjak ehhez a beszédhez, mert nagyon hamar el lehet tőle szokni, és tényleg, hogyha nincsen inspiráció az embernek, akkor úgy nagyon nem tud miről dumálni, meg mit megmutatni, úgyhogy fenn akarom tartani most ezt a löketet, bár az előző videóban is tudom, hogy ezt mondtam, és nem lett belőle semmi, na mindegy, most ennyi lett volna ez a videó, mindenképpen kommenteljetek majd a gondolataitokkal kapcsolatban, hogyha tetszett ez a vlog, akkor pedig lájkoljátok és iratkozzatok fel, találkozunk a következő videóban. Sziasztok!